szeretettel köszöntöm a Moccantó Kreatív Percek nézőit. Itt a tavasz, és a tavasz hírnöke a hóvirág. Én nagyon szeretem a hóvirágot, és éppen ezért arra gondoltam, hogy valamiképpen csempészszük be a lakásunkba egy kis dekoráció formájában a hóvirágot, és papírból el is készítettem két aprócska hóvirágot. Vásároltam egy ilyen képkeretet, aminek nincs üveg vagy plexi az elején, hanem ez egy ilyen mélyített keret, amit ki lehet akár támasztani, vagy fel is lehet akasztani a falra. És én azt gondoltam, hogy most ebbe a kis keretbe fogok készíteni egy kis hóvirágos képet. Mégpedig úgy, hogy fehér papírból kivágom a hóvirágnak a virág részét. Egyszerűen a fehér papírnak a széléből levágok egy, hát körülbelül 7 mm, maximum 1 cm-es csíkot. Akár be is lehet jelölni vonalzóval, és akkor biztosan pontosan fogunk tudni vágni. De az sem baj, hogyha nem teljesen egyforma, mert az sem fog különösképpen látszani. Ez egy egyszerű fénymásoló papír, amiből ezt most kivágtam. Egy-egy virághoz 3 darab 5-6 cm-es csíkra van szükségem. Ha egyszer kimértem, levágom, akkor a következőt azt már csak hozzáteszem, és ennek mentén vágom le. Tehát 3 darab csíkom már megvan. Akkor ennek a három csíknak a végét beragasztózom körülbelül 1 cm-nyi részen, majd pedig összefogom őket nyomni, de vigyázok, hogy nem élezem le itt a hajtásvonalt, hanem éppen az a lényeg, hogy ilyen szép domború maradjon, még egy kicsit meg is nyomogatom. Ezt most itt összenyomtam, szépen összeillesztettem, és jöhet a következő. De mivel én kettő hóvirágot szeretnék, legalább kettőt készíteni ehhez a képhez, ezért még egyszer levágok 3 darab csíkot. Nem kell túl sok ragasztó, mert akkor ki fog türemkedni, és az nem lesz szép. Hiába ez átlátszóra száradó, akkor sem. Készen van. Most, amit az először megragasztottam az imént, ezeket most összeragasztom egymás mellé, szintén körülbelül 1 cm-nyire beragasztom az egyiket, és hozzá illesztem a másikat, a következőt, és ugyanígy járok el a következő mozzanatnál is, most pedig ide helyezem a harmadik virágszirmot, és összenyomom. Ezzel a kis virágocskám készen is van. Most ugyanezt megcsinálom a másikkal is. Itt úgy látszik, egy kicsit pontatlan voltam, ezért ebből a részből levágok egy kicsit. Ezt a hóvirágot, ezt fénymásolópapírból, színes zöld fénymásolópapírból készítettem, de úgy gondolom, hogy ehhez a natúr kerethez ez igazán nem teljesen passzol. Ezért felkutattam a papíros dobozomat, és találtam benne gyűrt csomagoló papírt. Ez sokkal kedvesebb a számomra, úgyhogy most inkább ebből készítem el. Ezzel egy kicsit nehezebb dolgozni, tehát ha gyerekekkel dolgozunk, akkor azt számításba kell venni, hogy ez egy kicsit nehezebben formázható, a gyerekeknek kicsit könnyebb ez a fénymásoló papír.
Ennek a széléből most levágok szintén körülbelül egy fél centis, 7 mm-es részt. Ez lesz a virágunknak a szára. Levágok még egyet, hát ha szükséges lesz. Ugyanis ez nem csak a szára fog ebből készülni, hanem egy pici darabból még itt a levél kocsányát is megcsináljuk. Tehát ezt most ismét megragasztom, és ehhez hozzárakom ezt a körülbelül 7 mm-es csíkot. Ugyanezt fogom tenni a másikkal is. Hoztam ide egy néhány tortapapírt, kicsi tortapapír, de lehet nagy tortapapírból is, kinek milyen van otthon, mert ez fogja majd szimbolizálni a havat, az olvadó havat, és most megtervezem, hogy hogy is fog kinézni az én képem. Körülbelül egy ilyen hosszúságú szárat szeretnék, akkor ezt most itt levágom. Ebből pedig egy kicsit hosszabb lesz. Így, ezt most akkor félreteszem. És most ezekből a levágott darabokból ide keresztbe hajtok egy párat. Ez egy kis tartást is fog adni majd ennek a kis virágfejnek. Itt is megragasztom, és háromszor, négyszer körbe tekerem vele. És egyszerűen pontosan itt a szár mellett levágom. Úgy tűnik, hogy ide még egy pici ragasztóra szükség van. Jó, ez is készen van. Ugyanezt elkészítem a másikkal is. Ez egy nagyon klassz, gyorsan száradó ragasztó. És így néhányszor áthajtom. Háromszor, négyszer. És a feleslegeset levágom. Ha ez kész van, akkor egy picit meghajtom, lehajtom a virágomat, mintha egy egyest formázna, ugyanezt a másikkal is. Itt is szintén itt van az egyes. A leveleket pedig a legegyszerűbben úgy tudom elkészíteni, hogyha duplán hajtok a papírból egy részt, és ezt levágom. És a hajtás vonalat egyben tartva, ez lesz a bal oldalon, megformázom a leveleket. Hosszú, vékony levélkéket, az egyik kisebb, a másik nagyobb lehet. Az egyik rövidebb, a másik hosszabb. Ehhez a hóvirághoz ezt a hosszabb levelet, ehhez a kisebbhez, ahhoz pedig rövidebb leveleket fogok vágni. Most pedig ráragasztom a levélkéket. Egy kis részen beragasztózom, és hozzáragasztom a szárhoz, és a bal oldalára is ragasztok egyet. Ezt a részt, ezt kicsit megformázom. Jó, az egyik készen is van, és ugyanezt megcsinálom a másik virágommal is. Készen is vagyok a két kis
virágommal, amiket majd most be fogok ragasztani ebbe a keretbe. Először is kiveszem a keretből ezt a belső részt, és felragasztom ezeket a tortapapírokat így egymásra. Talán inkább ide a nagyobbat és a kisebbet, de a tortapapír szélére teszek kicsi pöttyöket a ragasztóból. Így van, ezt most ide ragasztom. És mellé ezt a kisebbet. Így van. A nagyobb halmocskára fogom felragasztani ezt a virágot, a kisebbet, és a kisebbre pedig a nagyobbat. Először a virágfejet egy kicsit egy pöttyragasztóval itt megerősítem, és utána a szárát és a leveleit ragasztom meg, és óvatosan ide a dombocska tetejére teszem. Most bújt ki a hó alól. Nagyszerű, és ezt most be is helyezem ebbe a keretbe. Így. És mivel mély keret, nyugodtan letehetem az asztalra. Ezeket a kis pöcköket visszanyomom. Egyszerűen csak az ujjammal. Ó, nagyon-nagyon klassz. És van nekem még egy ilyen kis tavasz lézervágott kis feliratom. Ezt pedig ide teszem egy kicsit féloldalasan. Ezt viszont már nem ezzel a ragasztóval fogom ragasztani, hanem a kicsit erősebb ragasztópisztollyal, meleg ragasztóval. Néhány helyre teszek egy kis pöttyöt, tényleg csak nagyon keveset, mert ez tényleg csúnya, hogyha kitüremkedik. És elég gyorsan kell ezzel dolgozni. Megvan. Kicsit így féloldalasan rányomom, és rajta is tartom egészen addig, amíg meg nem szilárdul. Készen van a kis tavaszi dekorációm, amit akár az asztalomra kirakhatok, vagy akár a falra is fel tudom helyezni, van rajta egy ilyen kis akasztó. Ha van otthon ilyen képkeretetek, akkor készítsétek el ti is, ha nincs, akkor menjetek el, vásároljatok egyet, úgy gondolom, hogy megéri. Ezt a részt akár cserélni is tudjátok, és akár az alkalomhoz, az évszakhoz illő dekorációkat is tudtok készíteni egy ilyen mélyített képkeretbe.